Az idő az kicsit hűvös. Későn indultam 2-kor, egy 10 kilométert tervezünk. Még el sem indultam, mert már lövészárfokat találtam. Megyünk előre. Kövessetek minket. Hajrá! Lövészárfok. Ott is. A bozótos és a lövészárkai. Ott egy gar. Szépen. Már megint az van, hogy ahol nézelődnék, az be van kerítve. De hát ezek általában nem mindig véletlenek. El lehet fogni, hogy erdőt telepítünk, meg szigorú természetvédelmi terület, meg a kerecsensólyom, meg az ilyen sólyom, meg a minden miatt vannak olyan helyek, ami nem véletlenül. Kicsik járok, kanyargós, szépen így halad végig. Egy méter széles körülbelül, másfél. Kanyarog így végig az erdőbe. Erről a sima kis sáncról azt mondaná, hogy ez sima, azért a föld meg a zavar alatt látszik, hogy ez azért egy kőfal. Érdekes dombocska. Megnézzük. Na. Egy gödröcske. Ez itt megint. Magaslati pont. Ez igen. A világ tetején megint. Egész szép autópálya volt az állatoknak. Jó régi lehet ez az esemény, ha így megfagyunk ma. Olyan régi az esemény, az állat, hogy kirágy. Hiáltak.
Na, felbaktattam a hegyre. Az első probléma, hogy hülyén nézek ki így. Ki van égve a kép, na most már nincs. Elfogyott a vizem, ez a fő probléma. Leesett a cukrom, úgyhogy eszünk egy kis csokit. Az út felénél vagyok. Na szóval, megyünk előre. Hajrá! Szóval, első számú probléma. Nem hoztam magammal elég vizet, szóval ilyen hülyeséget ne csináljátok, inkább legyen nálatok plusz víz. Ezt most megszívtam. A második számú probléma, elérkeztem félúthoz, 4 óra van, visszafele a navigáció azt mondja, hogy még 2 óra 40 perc az út. Úgyhogy még a végén ránk sötétedik. Úgyhogy ez egy érdekes túra lesz, de megyünk előre, hajrá, nem adunk fel semmit. Most kivételesen lefelé visz, ez egy kivételes alkalom teljesen, mert ugye minden út fölfele vezet, de hát ennek is meg lesz a bőtje. Tereszkedünk egy 150 métert le, utána ezt meg ugye fölfele is meg kell tenni. Át kell lépni egy pár hegyet. De ez ilyen, ha ránk sötétedik. Elfogy a víz. Ezek nélkül nem is én lennék, ha valami 100%-osan benne. De a táj az gyönyörű. Megyünk előre. Hajrá! Na hát a csordáró pont lemaradtam, pedig úgy jöttek, mint a gőzmozdony. Hát ezen a völgyön keresztül le, a hegyre meg föl. Megyünk előre. Hajrá! Olyan az egész, mint egy vízgyűjtő. Na, a navigáció bemondott egy érdekeset. 2,8 km-en át menjek egyenesen. Úgyhogy még több mint ennyi hátra van. Úgyhogy ez érdekes lesz. Hát kitartunk. Megyünk előre. Hajrá! Na hát nem mindig lehet találni valamit az erdőbe. Ez a mai túránk, ez ilyen. Negatív lett a cél. De ettől függetlenül nagyon nagy területet sikerült bejárni, úgyhogy szűkítettük a keresést. Jellemezzük otthon, hogy merre jártunk. Mit láttunk. Hát, hiába nem találtunk semmit, de a felderítés akkor is megvolt. Megyünk előre. Hajrá! Na, az előbb el is szóltam. Ott van fönt valami. Megnézzük. Oda megyünk föl. Nézzük valami. Not for me.
sötétedés előtt. A terep akkor is érdekes nekem. Mondtam, hogy érdekes. Vagyunk. Hát, lövészárok. Egészen itt jön, és arra megy föl. Látni is, hogy kocsázik. Ajaj. Ezt láttam én. Hú. Ott is ott vannak a nyomok. Ott a zárok. Jaj. Menjünk akkor arra, lefele. Várjunk. Azért látszanak a lövészárkok. Végig. Mennyire nem adom fel, még amikor sötétedik. Abból is látszik, hogy még mindig itt bolyongok, mert láttam egy érdekes helyet, de nem fogok lejönni a hegyről, hanem megpróbálok végig menni rajta. Ez érdekes. Szép. Szóval. Egészen szép. Na, nem sokára visszaérek a kocsihoz. Hát, pozitívan értékelem ezt a túrát. Annak ellenére, hogy nem mindent találtunk meg, amit szerettünk volna, de találtunk olyat, amit nem akartunk, de megtaláltuk. És érdekes. Nem mindig sikerül minden 100%-ra. A szám az kiszáradt. Ízlemkajám elfogyott, úgyhogy kimaxoltuk ezt a túrát. Legközelebb majd ügyesebbek, okosabbak leszünk, és hozunk magunkkal annyi vizet, amennyi kell. Ezt is elejtsétek el, hogy ha túljára mentek, hogy legyen nálatok elég víz, mert elég kell mentem, anélkül 4-5 kilométert vissza kell kondokolni. De hát ez ilyen. Megyünk előre, hajrá!